Szeretettel köszöntjük kedves szurkolóinkat az első Európa Kupa mérkőzésünk előtt. Ki más is lehetne a vendégem, mint Frida Eldebrink, hiszen neki nagyon nagy tapasztalata van már nemzetközi szintéren. A mi csapatunkban neki van azt gondolom a legtöbb, hiszen számos szezont lehúzott különböző euróligás együttesekben. Úgyhogy egy picit most őt fogom faggatni a közelmúltról, illetve az előttünk álló komoly feladatokról. Hi Frida! Hi! Frida, you have been playing for many years in EuroLeague teams, so you have the most experience regarding international games. First of all, how disappointed you are. Just we are starting out in EuroCup, and what can be the new motivation for you and for the team? I mean, it's a big disappointment that we didn't make it to EuroLeague, of course. You always want to win, and it would have been great for all the players and for the club to be in the EuroLeague competition, but now we have a new goal and we will be in EuroCup, which is great too. So I mean, it's a good motivation. I think we have the chance to win the EuroCup. So that's a big motivation to go into the competition, and we will go in with a great. What do you know about Celje and how we do prepare against them? I know they're a young team with some really talented players, so they will probably come here and be really motivated, and they know they'll play against a good team that just played in a qualification for EuroLeague. So I think it's going to be a tough game. For sure they will be really enjoying playing here. So we've been preparing today in the practice, doing a few adjustments, so yeah, I think it's going to be a good game. Hát ahogy hallhatták is a kedves szurkolók, nagyon jó új motivációja van Fridának, és szerintem az egész csapatnak, hogy akár Európa kupát is nyerjünk, de tudni kell, hogy már rögtön az első ellenfél a Celje nagyon kemény lesz, hiszen komoly szisztémában dolgoznak, elég csak megemlíteni Éva Lisecet vagy Nika Baricot, akik a későbbi években komoly euroligás csapatokban kaptak szerepet, mindig a fiatal tehetségekre, szlovén tehetségekre építenek, de most két komoly amerikai centerrel is érkeznek, úgyhogy rögtön az első mérkőzésünk egy iszonyúan nehéz rangadó lesz, én úgy gondolom. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a Szekszárdi Városi Sportcsarnokba, mivel ünnepnap, aki teheti, jöjjön fehérbe, hiszen a klubnak és a lányoknak ez egy óriási ünnep, hogy újra Európa Kupa porondján fogunk majd pályára lépni. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk benneteket este 6:30 szerdán. Sziasztok! Sziasztok!